Például Török Zsolt kinevezéséhez milyen érdeke fűződik Zuglónak? Tehát mit tud ő, amiből a kerület profitálni tud? Még egyszer mondom, ő szakmailag alkalmas erre a feladatra, és ahhoz, hogy nekem itt a pártokkal való együttműködésem az zavartalan legyen, és itt tudjuk azt a többséget biztosítani minden döntéshez, ami az úrok érdekét szolgálja, ott a pártok bizonyos igényeit nekem tekintette figyelembe kell vennem. Addig, ameddig ezek olyan személyi javaslatok, amelyek olyan emberek vonatkoznak, akik képesek ellátni a feladataikat, addig ezeket a szempontokat figyelembe tudom venni, amikor nem alkalmasak, akkor pedig nem tudom és nem is akarom figyelembe venni. Ne gondoljuk azt, hogy egy rendezvényszervező 200 000 forintos nettó fizetésen múlik az Zugló jövője. Vannak más fontos pozíciók, ahol azt gondolom, hogy éltem azzal a politikai szándékkal, hogy megválogatom azt, hogy kik dolgoznak itt Zuglóban. Igen, de ez a rendezvényszervezői kinevezés, ez egy-két nappal azután történt, hogy Török Zsolt a Facebookon panaszolt el, hogy ő csupán 66 000 forintot keres, tehát ennek fényében kissé visszaes ez a zuglói kinevezés, olyan, mint egy kisegítették volna egy állással, mert 206 ezer mégiscsak több, mint 66 ezer. Hát igen, én is tudok számolni, mert nem vagyok nagyon erős matekból, ezt én is tudom. Az elmúlt időszakban tapasztalt alaptalan vállásolások kapcsán szeretném tájékoztatni azokat, akik nem tudnak, hogy Baraskai Gábor, akit a testület december 4-i ülésén az zuglói ZRD vezérigazgatójának nevezett ki, azt megjelzően 3 hónappal feleségül vette a húgomat. Én most is azt gondolom, hogy vezérigazgató úrnak meg kell adnunk azt a bizalmat, amit egyszer megadtunk, amikor szavaztunk az ő személyéről, és bízom benne, hogy a bizalmunk az megalapozott lesz, és ki fog derülni, hogy valóban jól vagy egy testvérét. Biztos, hogy ebben nem fogja akadályozni azt, hogy egyébként a gazdasági alkoholmesterrel kapcsolatosan ilyen családi számok is vannak. Szerintem ez nem számít. Amennyiben Rozbori Zoltán megkapja a képviselőtestület többségének a bizalmát, akkor a magam részéről én ennek örülni fogok, és szívesen dolgozom vele együtt. Viszont ez nem a jelenlegi koalíció kárára fog megvalósulni, hanem ennek a kiszélesítésére. Azt tudom ígérni minden képviselőtestületi tagnak és minden politikai szervezetnek, hogy igyekszem megfelelni az elvárásoknak, és biztosan mindenki arra számíthat a munkámat illetően, amire vár, vagy amit gondol. Fontosnak tartom elmondani, hogy számunkra sohasem a tisztség volt a fontos, hanem a tisztesség. Hogy gondolja, polgármester úr, milyen lesz ezután a testület munkája, hogy a szocialista baloldali frakció nem szavazta meg az alpolgármestert, Rozgonyi Zoltánt? A lényeg az, hogy azt a konszenzusos döntéshozatal jelvet, amit eddig követtünk, ezt egyébként bízom benne, hogy tovább tudjuk tartani. Én megértem az MSZP-s képviselők aggályait. Sok szempontból azt gondolom, hogy igazuk is van, de én ugyanezekből a tényekből más következtetéssel jutottam. Azt gondolom, hogy Zuglónak érdeke az, hogy kiegyensúlyozott legyen a képviselői munka. Egy ennyire megosztott testületben nekem polgármesterként az a feladatom, hogy a mindenkori döntéseinkhez, amelyeket jól előkészítünk, a mindenkori többséget meg tudjam teremteni, és nem szeretném, hogyha itt a politikai lövészárkok azok megakadályoznák az értelmes munkát. Eddig is így jártam el, és eddig is következő időszakban is így szeretnék eljárni. Volt egy választási eredmény, amit tudomásul kell vennünk. Ennek az eredménynek, ha valaki ezt megnézi, ezt az eredményt, akkor látja azt, hogy az zuglói képviselőtestület hosszú távú működését, egy biztos többséget a megfelelő döntésekhez csak egy ilyen típusú, ha úgy tetszik, nagy koalícióban tudom biztosítani.